Az ápolók nemzetközi napján Kossuth Zsuzsáról és Florence Nightingale-ről, a betegellátás reformjának elindítójáról emlékszik meg a világ. Az idei ünnep abban a tekintetben különleges volt, hogy 30 esztendeje alakult meg a Magyar Ápolási Egyesület. A Balassa János Kórház ünnepi ülésén minden esztendőben ezen a napon adják át a munkájukban kiemelkedően teljesítő ápolók kitüntetéseit is. És persze, ez az alkalom arra is jó, hogy a szakma nehézségeiről, szépségéről és jövőjéről is szó essék. És az az én tapasztalatom, hogy nagyon erős és stabil családi háttérnek kell ahhoz lenni, hogy valaki ezt a munkát tudja végezni, részben fizikailag, részben pszichésen, lelkileg, részben pedig ugye a munkabeosztás miatt, mert azért elég hektikus. A napi 12 óra, nappal, éjszaka, a hétvégi munka, a karácsony, az ünnepnapok, a szilveszter, a kórház 365 napon van nyitva, és kell, hogy legyen szakdolgozó, aki a betegeket ellássa. Sajnos nekem személy szerint az a tapasztalatom, hogy amikor már például Gyessről visszajönnek a kismamák, és visszaállnak dolgozni, akkor már nagyon sokan úgy jönnek vissza, hogy egyedül nevelem a gyerekemet, egyet, kettőt, hármat, és olyan munkát adjak nekik, egy műszakost, ahol ők hely tudnak állni, mind a családi életben, mind pedig a munkában. Ennek no is a kivándorlásnak is köszönhető, hogy az a tendencia, amely országosan érzékelhető az egészségügy munkaerő hiányában, a Balassa János Kórházat is erősen sújtja. Körülbelül azért olyan 50 nővért föl tudnék venni kapásból, hogyha ott megjelennének az ajtómba. Persze ezt tudom, hogy nem fog bekövetkezni. Ezért a jelenleg dolgozók nagyon nagy terhet vállalnak, rengeteg túlórával, és vannak olyan munkatársaim, akik más osztályokon is vállalnak munkát szabadnapjaikon, szabadságaikon, tehát gyakorlatilag így tudjuk biztosítani a kórházi ellátást, és igaz, hogy így tudunk egy kis plusz anyagi juttatást adni a munkatársainknak, de gyakorlatilag azért nagyon elfáradnak. Miközben a társadalom a szakápolói szakmát a tizedik leginkább fontos közé sorolja, a presztízs tekintetében nincs az első százban. Oktatunk, 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 mondja az ápolási igazgató, annak érdekében, hogy mindenki, aki erre a hivatásra adja a fejét, a legteljesebb mértékben ki tudja teljesíteni képességeit és tudását. Egy ápolói szakma megszerzéséhez 3 év kell, a diplomás ápolóhoz 4 év, az egyetemi ápoló 5,5 év, ami több, mint egy jogász vagy egy közgazdásznak a végzettsége, egyedül az orvosi több, ami 6 év, tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly tartalommal rendelkeznek ők, mint tudás szempontjából. Elméleti tudás, gyakorlati tudás, hát nyilván a tapasztalatot meg kell szerezni, azt nem kaphatják készen, de gyakorlatilag nagyon jól felkészült embereink vannak, nem véletlen, hogy külföldön ezeket az embereket viszik, és az ápolók azok megállják a helyüket bármelyik külföldi kórházban. Egyetlen egy kritérium van, hivatástudat legyen, és szeressék a betegeket. Ennél több nem nagyon kell, azt gondolom. A nap díszvendége Sövényi Ferencné nyugalmazott országos főnővér volt, aki az 50-es években volt az első magyar főápoló. És rangja volt, és én remélem rangja lesz most is, és van is ennek rangja. Nem tudom, néha napján úgy érzem, hogy hibás gondolatok köröznek a levegőben, hiszen minden ápoló, aki vállalja, hogy ő itt marad, ő érzi, hogy ő rá szükség van, ő szívesen nyújtja a tudását, és próbál valamit tenni a betegek érdekében. Egy jó ápoló, akinek beleérzése van abban a helyzetben, ha ő feküdne a beteg ágyba. A kiszolgáltatott helyzetben lévő beteget úgy ápolni, hogy azt ne érezze a beteg, hogy ő kiszolgáltatva van, ne legyen szégyenérzete. Tudjon kérdezni, tudjon meghallgatni, tudjon simítani, és tudjon jól megfogni beteget, ahol szükség van erre a biztonságos fogásra. Nehéz fizikai munka, de nehéz lelki teher is, hiszen annyi embernek kell a súlyát rajtunk viselni, mert őszintén megmondjuk, ugye mindenki elmeséli a maga történetét. És egy ápolónőnek mindig adni kell. Azt várják el tőlünk, hogy én adjak. Kevesebbet kapunk, és erre nagyon nagy szükség lenne, hogy egy ápoló kapjon is. Dr. Németh Csaba főigazgató azt emelte ki ünnepi beszédében, fontos, hogy a jelenlévő és az épp szolgálatot teljesítők is átérezzék, nagy múltra tekint vissza a hivatásuk. Ennek a napnak a szakma szépségéről és az elköteleződésről is szólni kell. Ha a kórháznak az összes problémája között a szakember ellátottságot és azon belül a szakdolgozói ellátottságot vizsgálom, akkor azt lehet mondani, hogy a
talán a legnehezebben megoldható problémák egyikéről beszélünk. Igaz ez szakdolgozókra, igaz ez minden más munkatársa is, aki a kórházban dolgozik, ugyanis én azt gondolom, és ez a tapasztalat, hogy ha anyagi forrás rendelkezésre állami alapvetően döntés kérdése, azon megvenni mindent viszonylag gyorsan meg lehet. Viszont az, hogy a fölkészült hát szakszóval, vagy csúnya szóval élve humán erőforrás, de hogy megfelelő szakember gárdával rendelkezzünk, az már nem ilyen egyszerű kérdés, ez nem csupán pénzkérdése. Ehhez egyrészt nyilván biztosítani kell azokat a feltételeket a működésünk során és az egészségügy működése során, hogy az itt dolgozó emberek azok megtalálják a létfenntartásukhoz, életükhöz szükséges minden feltételt, de az is szükséges, hogy legyünk egy olyan vonzó és élhető környezet, amiben szintén mindenki megtalálja a mindennapi létnek a minden feltételét és azokat a mindennapi apró örömöket és sikereket, amivel pályán tartatóak az emberek és a betegellátás szolgálatában tartatóak az emberek. Az ünnepség keretében 80 vehették át a főigazgatói elismerő címet, ketten a Magyar Ápolók Egyesületének elismerését kaphatták meg. Az ápolói közösség Csepregi Józsefnét tiszteletbeli ápolóval fogadta, míg a minisztérium elismerését vehette át Budapesten dr. Győriné Dávid Stefánia. A dekubitus ellátásban elért pozitív változások elismerésére megalapított oklevelet az idén a kardiológiai és neurológiai osztály, illetve szakdolgozói közössége kaphatta meg.